Amint a kormányinfón bejelentették, hogy önhöz kerül a közlekedési ügy, Vitézi Dávid közlekedési államtitkár bejelentette, hogy lemond, nem folytatja önnel a közös munkát. Erről nem volt szó, hogy közösen dolgoznak a továbbiakban, vagy mi az oka ennek a gyors szakításnak? Hát ezt tőle kell megkérdezni. Azt, hogy én mit szeretnék, azt még senki nem kérdezte meg, meg nem is várta meg, úgy látom. De volt korábban valamilyen konfliktusok, ami miatt nem akart önnel dolgozni? Hát nekem nem volt soha semmilyen konfliktusom. Ez ősbűn. Ez a legsúlyosabb kormányzati hibák egyike, hogy nincs kész a paksi atomerőmű újabb blokja. Augusztus végén azt mondta, hogy ősbűn, hogy Paks még nem termel energiát. Ki hibázott ebben? Hát valószínű mindenki. Elsősorban a beruházás előkészítése már lassan 15-20 éve terben van véve, és nem történt még semmi, és az építkezésnek jövőre kell fölpörögni, és az nagyon nagy mértékben fogja garantálni Magyarország energiaszuverenitását. Ugye az a kormánynak a terve, hogy legalább 50%-ban atomenergiával látjuk el az országot a következő időszakban. Ez egy picivel lehet több is, és utána már csak az a kérdés, hogy milyen alternatív energiaforrás teszünk mellé. Az én véleményem az, hogy 50% napenergia és 50% atomenergia függetlenné teheti az országot, és akkor nem leszünk kiszolgáltatva. Most részben az a legnagyobb baj, hogy ki vagyunk szolgáltatva az importnak is, másrészt ki vagyunk szolgáltatva az árnak is. És ennek a kijelentésének volt köze ahhoz, hogy Süli János nem sokkal később lemondott? Nem, Süli Jánosnak ez nem sok köze volt. Az elhúzódás nem Süli János miatt történt, örülök, hogyha ezt önöknél legalább helyre tudom tenni. Tőlünk meg most azt kérik ezek a kedves, fiatal, brüsszeli, kokainon élő úriemberek, hogy köpjünk föl, álljunk alá, és akkor majd így talán kapunk pénzt. Kokainista brüsszeli úriemberről is beszélt, akikkel Navracsis Tibor kénytelen tárgyalni, ezt tapasztalatból mondja, vagy ezt honnan én jött? Én szívtam még életemben sohasem, úgyhogy nem tudom tapasztalatból mondani. De akkor honnan tudja, hogy a Navracsis Tibor tárgyaló partnerei viszont szívnak? Brüsszelben láttam ilyeneket, elég sok ilyen embert láttam Brüsszelben, amikor én kijártam tárgyalni. Annál csak azóta ők rosszabb a helyzet. Mit lehetett rajtuk látni? Hát ezt azokra bízom, akik használnak ilyen szereket, ők meg tudják állapítani, hogy mennyiben van igazam, hogy ez látszik vagy sem. 238 milliárdba került az atlétikai stadion, ugye? Még nincsen kész. Még nincsen kész. Ez azt jelenti, hogy ez lehet több is? Nem hiszem. Azt hiszem, ez az utolsó szerződés módosítás volt. És azt már lehet tudni, hogy a világbajnokság után mihez kezdünk azzal az épülettel? Ugye lesz ott egy park, de magában a csarnokkal, a stadionnal milyen funkciókkal fogják ezt megtölteni? Nézze, először is azért összességében mégiscsak ott egy komplex létesítmény jön létre, ami szolgálni fogja Budapest sportolóinak az érdekeit, hiszen edzőpályáktól, fölkészítő pályáktól kezdve maga a nagy csarnok, illetve a nagy pálya is rendelkezésre fog állni. Szerintem ez a magyar sportnak igenis nagy mértékben fogja segíteni az előrejutását. Másrészt pedig ne felejts el, hogy ugyanezt a kérdést mindig feltették a Puskással kapcsolatban is. A Puskást is örömmel használják és örömmel veszik igénybe. Egyetlen egy olyan sportlétesítményünk sincs, amely világszínvonalú és ne lenne kihasználva. Rengeteg olyan verseny lehetőség van itthon is és a világban is, amelynek helye van ebben. Azért a sportinfrastruktúrában. Puskásban pont ritkán vannak. Volt egy Red Hot Chili Peppers koncert, meg egy vallási rendezvény a meccseken kívül. Igen, én azt gondolom, hogy ma ez már nem vita, mert aki használta az épületet, az látja, hogy jól sikerült. Jó példa a Puskás. Azzal kapcsolatban is nagyon szkeptikusak voltak a választópolgártársainknak egy jelentős része, és ma már ez a vita elmúlt. Azonnal, hogy készen lett, és mindenki örömére szolgálja a kikapcsolódást, legyen szórakozás vagy sport, mindenki megelégszik ezzel. Ez így lesz az atlétikai stadionnal kapcsolatban is. Az atlétikai világbajnokság pedig jövő év augusztus 19-től kezdve egy nagyon komoly rendezvény. Ugye a gyulai emlékbajnokság már lesz június-júliusban, tehát lényegében májusra kész kell lenni, és ez meg is fog történni.